A Szombathelyi Egyházmegye a 2020-21-es tanévben ismét kezdeményezte a Szentgotthárd és térsége általános iskola, gimnázium és kollégium egyházmegyei fenntartásba vételét. A hivatalos szavazást megelőzően a Szombathelyi Egyházmegye 2020. december 7-e és 11-e között kikéri az iskolákba járó gyermekek szüleinek és az intézményekben dolgozó pedagógusoknak a véleményét a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, a Magyar Lacsörötneki Általános Iskola és ennek Rábagyarmati telephelyének átvételéről. Nagy lehetőséget látok az egyházi iskolákban, a magának a városnak a fejlődésében is fontosnak tartanám. Az iskolák színvonalában, mióta én ide jártam iskolába, hát őszintén nem sok fejlődést tapasztaltam. Itt a nagy lehetőség erre is most. Egy egyházi iskola mindenképpen erkölcsre, tisztességet tanítja a gyermekeket. Esetleg új tanárok érkeztével még itt a oktatás színvonal tovább fejlődhetne. Mindenképpen azt javasolnám a szülőknek, hogy támogassák az egyháziskola létrejöttét, ne engedjük el ezt a lehetőséget. Bátorítunk mindenkit, hogy támogassa a voksával a Szombathelyi Egyházmegyét. További információk az intézmény átvételével és a szavazással kapcsolatban az Egyházmegye honlapján érhetők el.